2016. júniusa óta, vagyis már több mint 4 éve nincs saját házi orvosa Pusztadobosnak. A község csak az egyike annak a mintegy 20 megyénbeli településnek, amely hasonló cipőben jár. Ezek jellemzően a megye székhelytől távol, főleg a Beregben találhatók. A csúcstartó Beregdarócon már közel 14 éve betölthetlen a praxis, az állami egészségügyi ellátóközpont nyilvántartása szerint. Pusztadoboson helyettesítéssel oldják meg az ellátást heti 3 alkalommal, de a doktor azon kívül is gyakran kijár telefonos egyeztetés alapján. Többször hirdetek már pályázatot, de a település hátrányos helyzete miatt nem szívesen jönnek ide főállásba dolgozni az orvosok. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy legalább az infrastruktúrális feltételek rendelkezésre álljanak. 2015-ben egészségházat újabb építettünk, tehát a feltétel adott. Lehetőség lesz most, illetve volt már tavaly is, mi nem tudtunk pályázni esetleg motiválásként szolgálati lakás biztosítására. Bízom benne, hogy esetleg, ha sikerül szolgálati lakás biztosítani, akkor vonzóbb lesz. Praxis közösséget hoztunk létre, és a házi orvosok ebben a praxis közösségben egy nagy együttműködés keretében akár az ellátást is szakszerűen helyettesítve és egymást kiegészítve oldják meg, illetve a pályázatnak az a lényege, hogy a gyerekektől egészen az időskorig a megelőzés, a szűrővizsgálatok. Szabolcshoz képest a legtöbb megyében súlyosabb a helyzet, országosan 482 házi orvosi körzet érintett, ahol több mint fél éve nincs állandó házi vagy fogorvos, több mint 150-ben ráadásul már több mint 5 éve. A pénzcentrum cikke szerint a koronavírus járvány tovább rontott a helyzeten, csak tavaly április óta 163 praxis üresedett meg, amelyeket azóta sem sikerült betölteni. Ezek sok esetben annyira kicsi körzetek, hogy nehezen finanszírozhatók. A Magyar Orvosi Kamara megyei elnökének szavai szerint ezért sokszor nem is érdeke az önkormányzatoknak házi orvos találni a településre. A betöltetlen praxis ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ott ellátás sincs. Nincs olyan jelenleg a megyében sem és országosan sem, ahol ellátatlanok a betegek. Az ellátásnak a formája az, ami más. A jellemző helyettesítéssel valóban a környébeli helyettes házi orvos az, aki az önkormányzattal egy szerződés alapján ellátja ezeket a betegeket. Tehát minden beteg ellátásra kerül, nyilvánvalóan nem ugyanaz az ellátás minősége, hogyha hetente 2-szer jelenik meg a helyettesítő házi orvos, mint amikor minden nap rendelkezésére áll a lakosságnak egy helyben élő vagy helyben dolgozó házi orvos. A körzetek betöltésére több lehetőség is lenne. A megyei és a területi kollegiális rendszer feladata, hogy felmérje, mi az oka annak, hogy az adott körzet üres. Ezek az adatok aztán az Országos Kórházi Főigazgatósághoz futnak be, ott születnek majd meg a megoldások a problémára. Ez mielőbb fontos lenne, hogy az oltási terv tömeges szakaszba lépésével ne legyenek fennakadások az ellátásban. A házi orvosokra nagyobb teher hárul, főleg azokra, akik helyettesítenek is valahol, a védőoltásokat ugyanis ezeken a helyeken is be kell adni a lakosoknak. Sóth Zoltán szerint erre is megoldást nyújthatna, ha lehetőség lenne házi orvosok által működtetett oltópontok megszervezésére is, például központi ügyeletek épületeiben.